Kísérletünk címe: sütőpor és az ecet. Nézzük meg, mi történik, ha sütőporra ecetet csepegtetünk. Először egy fél tasak sütőport öntünk a főzőpohárba. És ecetet fogunk csepegtetni rá. Figyeljük meg, mit tapasztalunk. Jól látható, hogy habzásnak indult, pezsgés történik, azaz gáz fejlődik. A sütőpor kémiai neve nátriumhidrogénkarbonát, melyet ha ecetsavval reagáltatunk, széndioxid gáz fejlődik. Nézzük meg, próbáljuk meg kimutatni ezt a fejlődő széndioxid gázt. Ugye tudjuk, hogy a széndioxid az égést nem táplálja, tehát elalszik valóban. Így nézhetjük meg például egy boros pincébe, hogy mennyi a széndioxid. Például, ha égő gyertyával megyünk le a pincébe, elalszik, akkor tudjuk, hogy nem szabad a pincében tartózkodnunk, előtte jól ki kell szellőztetni.